Aha. Miért? Betobod a kocsiba? Be. Órát mondtam, nem számítógépet. Hüvely, aha. Igen? Nekem a Huawei-jel tökéletes egy ökoszisztéma. Szerintem menteni kell? Szerintem simán kijön belőle. Most már nem. Elcsúszott az eleje. A Jimny megoldja. Majdnem. Baszki, megszökött az eleje? Hát csak egy kicsit fölnyomtam. Jó lesz az lendületből. Megjöttünk? Nagyon jó az a fuksz a nyakadba. Várja. Peti, engedj egy kicsit rajta! Tudok rajta. Nálam a távirányító csak. Ja, nálad van? Jaj, nagyon kemények vagytok. De visszafelé tekerve. Visszafelé van tekerve. Oh. Hogyhogy? Nem tudom. Mehetünk? Ezt a navigátornak kéne nem csinálni. Na de én élvezem az alatt. Szeret szopni. Ritka férfi tulajdonság. Abból egy remek felvétel fog születni. Mit? Aha, tessék. Lemerülni. Te egy órát is mehet így. Jó. Így szoktam takarítani. Jó szükségű. Jó szükségű. Míg én előrébb megyek, akkor lehessen is valamit látni ebből a felvételből. Minek? Ajjajjajjajjaj! Na jó van. Én inkább alternatív útvonalat keresek.
Ugye magamat ismerve hallott, beleszakadnék. Megvan? Valaki észre jött. Igen? Jobbos kosárba! Ott fogsz kijönni, és akkor... Ott megy akkor. Túl a másik oldalra. Újra áthelyezzük a GoPro-t. Á, értem. Hát ezen viszonylag a bentig, ameddig belátsz, addig megyünk ezen az árkon oda-vissza. Hány árok van? Nem! Ilyen fekete zacsiban nincs ott? Itt a munkához van izé. Aki a kamerán, de ilyen kapcsolatban már. Én maradtam a DJI-nál, mert sokkal megbízható szoftveresen, mint a GoPro. Tessék? DJI ez tényleg jó, csak 11 meg. Hát a GoPro ugyanez, hát ugyannyiba kerül az új. Hát 150 az új DJI is, mint a GoPro. És engem fog telibe baszni. Jó, nem. Önök, hogy a másik felében gyúrogtat a cserétőt. Nem tudom, van-e a gyakorlat különben. Hogy? Nem tudom, van-e a gyakorlat, vagy sem. Ez a meg sokan lőnek a katonák. Nem Amerika. Újfajta módszer. Ja, erre jön. Hát szerinted... Normál basz. Még így jártátok a pályán, baszki. Hát ez a baj, állítva is. Aztán megjött a Norbi. Ja. Igen. A vitarálva, hogy ne lennék útba. Majd engem is beküld ide, azt mondja, hogy nem mehetek visszafele. Kellett csörlőzni? Igen, az elsőnél. A legelsőnél. De nagyon ment? Nagyon ki van járva. És az elején nem tudott megkapaszkodni. Annyira fölült a hátulja. És nem volt előhajtás úgy. És nem tudta magát kidolgozni. Aztán egy méter csörlőztük kb. Onnantól kezdve megoldotta már az autó. Mi a fene? Na ez lesz itt jó játék. Aha. Olyan, hogy el fog merülni, csak az lesz a baj az eleje. Igen. És nem fogja tudni fő kalimpálni, mint ott. Hát, hogyha elég a oldalt megy szerintem, akkor nem megoldja. Igen. Meg oldalt, ugye ott van az a nyom, amit látsz, az ott aha. Az végig. És ott kurva még. És azt mondom, hogy itt jössz bal oldalt, akkor nem. Ha? Az a baj, hogy rá kell fordulni. Aha. Meg valahonnan innen kéne. Amúgy szerintem ide is simán be tudsz jönni ezével, vitarával is. Szerintem is. Mert telepakoltam fákba. Hát legalább lesz súly, ha nyomja. Kicsit engedünk le a gumikból, az kész. Ja, most mutáltam föl. Ja,
egy-egy-egy-kettő volt, most egy nyolcra főpumpáltam. Nagyon sokat el vissza, meleg. Aha. Ott hátul látszik, hogy ennyi víz hiányzik. Ja. De ez most extrém pályának jó, nem? Igen. Ki kéne mélyíteni a gödröket ott hátul. Meg folyamatosan locsolni. Most már bele tudok rugózni a gyümbibe. Aha. Na. Én szerintem megyek innen. Igen, meg lendületből. Hogyha egyszer meg lesz a lendület, akkor... Hát addig még el is kell jutni idáig, tudod. Az sima úgy lesz. Itt egyet alatt, aztán jön. Az a nincs van. Az a fél perc, mondod itt. Elvideózok, hogy legalább lehessen amit látni, hogy mit csinál a Peti. Ugye most ugye beszélgettünk, hogy arra jövünk ki, hogy baromi jövünk. És tényleg oké, hogy erősebb a hűzőjük, és ahol azok a legfőszerűen. Igen, nagyok, nagyok. Úgy kívánok, jön. Ez nagyon sima volt.